Gólszegényen indult a mérkőzés, a 14. percig 8 találatot láthatott a közönség egyenlő elosztásban. A folytatásban ellépett ellenfelétől a Kisvárda, a szünetre 12-8-as hazai előnynél vonulhattak le a csapatok. A második játékrész elején 8 gólra nőtt a két csapat közötti különbség, amivel gyakorlatilag elindult a találkozó. A szintén a bennmaradásért harcoló vendégek ugyan a hajrában felzárkóztak, de Dévényi János csapatának győzelme nem forgott veszélyben. Nagyon fontos mérkőzés volt ez, gondolom, mindkét csapat számára. Úgy is kezdődött a mérkőzés, hiszen azt hiszem a 7. percben 1-1 vagy 2-1 körüli állás volt. Amit dicsérni kell a csapatban, az úgy gondolom, hogy itt az érdellen is igazán jól működött a védekezésünk, az most is, illetve egy jó kapus teljesítménnyel társult. Reméljük, hogy Gyukeva tudja tartani ezt a formáját. Ami viszont probléma, hogy volt 14 technikai hibánk, illetve 7 kihagyott zicserünk. Ezt most megengedhettük magunknak, ugyanis a mosómerő valóban tartalékosan érkezett hozzánk, de attól nem volna el semmit abból, hogy nekünk nagyon fontos volt ez a két pont, és ugye minimális két gólos különbségből az ötlet, úgyhogy ez számunkra kedvező. Én úgy gondolom, hogy a védekezés dicsérni kell, a támadójátékban valamit javítani. A vendégek edzője a kapott gólok számával elégedett volt, viszont a 18 lőtt góljukat nagyon keveselt a szakember. Több olyan pont volt, ami igazából ezt a végeredményt hoztam. Az egyik a szélsőnk gyenge teljesítménye, tehát az a 7 kihagyott szélső egyszer azért nagyon megbosszulta magát, illetve a másik félidőben a beálló körüli védekezésünk volt az, ami szétesett. A 23 kapott gól az ott, attól nyugodtan lehetne mérkőzést nyerni. Itt sajnos a hiányzóinkat nem tudtuk pótolni megfelelően azokkal a játékosokkal, akik most szerepet kaptak. Az NB1 tabelláját a Győr vezeti 35 ponttal, megelőzve a 29 pontos Ferencvárost. Győzelmével a Kisvárda elkerült a kieső helyről, Dévényi János együttese 10 ponttal a 11. helyen várja szerdai székesfehérvári vendégjátékát.